Gondos fertőtlenítés, és már kezdődhet is a vér leadása. Pénteken a szekszárdi területi vérellátóban reggel 8 és délután 2 óra között várták most is azokat, akik ezt vállalva segítenek másokon. Jól esik másokon segíteni, megmondom őszintén. Hányadik alkalom, tudod nagyjából? 38. Most puskáztam. A Tolnai Vármegye székhelyen egyébként már 9. alkalommal szerveztek civil véradást. Propagálni kell a lehető legtöbb emberhez eljutni annak az információnak, felkérésnek, hogy mindegyünkre szükség van ahhoz, hogy embertársainkon segíteni tudjunk. Ezt csak úgy tudjuk megtenni, vagy egyik lehetőségünk pontosabban, hogyha eljövünk és vért adunk. Tehát el kell, hogy jusson mindenkihez. Tehát a civil központok számos megyékben is több száz civil szervezettel vagyunk kapcsolatban. Ez több ezer, több tízezer tagot is jelenthet akár, ugye egyesületi szinten. A vér ugyanis egy semmi mással nem pótolható folyadék, amiből idehaza évente 390 ezer adagra van szükség ahhoz, hogy a műtétek megvalósíthatóak legyenek. Az OVS munkatársai Tolna vármegyében nem csak a szekszárdi központban tartanak rendszeresen véradásokat, hanem folyamatosak a kitelepüléseik. Azért is fontos, hogy lehetőleg több emberhez elérjünk, találjunk mindig egy-egy új véradót, első véradót, hiszen abból lesz majd, aki hosszú éveken keresztül fog jönni és vért adni, illetve látjuk, tapasztaljuk mi is, és gondolom ezt a szakma is megerősíti, hogy sajnos egyre több olyan kizárók van, ami miatt ugyan valaki megjelenik a véradáson, de mégsem adhat vért, ezért nagyon fontos tényleg, hogy a lehető legtöbben vállaljuk fel ezt az önzetlen támogatást embertársainkért. Vért adni évente akár többször is lehet. Magyarországon egyetlen napon 1600-1900 segítőkész emberre van szükség az egészségügyi ellátás biztonságos működéséhez.